azt mutattam be, hogy a régi menünavigáció eredetileg azt a célt szolgálta, hogy tájékoztasson. De már hosszú évek óta a navigációnak van egy ennél sokkal fontosabb célja. Az, hogy a vevőt elégedetté tegye, motiválja, hozzásegítse a konverzióhoz. Arról beszéltem előzőleg, hogy a konverzió valójában azt jelenti, azt a folyamatot jelenti, ahogy a weblap a saját eszközeivel eljutatja a vevőt ahhoz, hogy az érdeklődőből vásárlóvá váljon, alakuljon át. Persze ehhez kevés a jó menü struktúra, természetesen a megfelelő tartalom, üzleti tartalom is kell. De most nem ez a témánk. Igen, van egy navigációs alaprendszer, ezt mindig figyelembe veszem, tudom, miről van szó, de ahogy az előbb is említettem, itt azért a legtökéletesebb programozás sem elegendő, hogyha nem tudom érzelmileg megfogni, megkötni, a figyelmét felkelteni annak, aki éppen erre jár. Ha pedig ez sikerül, akkor ehhez milyen eszközöket tudok használni, ezek vannak itt felsorolva. Igen, a szekciók és a kategóriák. Mindenki hallott róla, inkább az a kérdés, hogy melyik a magasabb rendű. Hát, ha az általunk leggyakrabban használt, mert a kisvállalkozóknak szerintem a legjobban, a legrugalmasabban felhasználható alapprogram a Joomla. Szóval, hogyha az általánosságban általam támogatott Joomla-ról beszélek, akkor ott a szekció, a kategória és a cikk, ha minden áron akarok rangsort csinálni, és azért vagyok ilyen körülményes, mindjárt kiderül. Ez 2010-ben még igaz volt. Igen, a szekció volt a nagyobb, majd a kategória, végül a cikk. Tehát sok cikkből állt össze egy kategória, és a kategóriákat még tovább lehetett szekcióba rakni. De ha ma megnéz egy Joomla oldalt, ott kategóriák vannak és cikkek. A kategóriákat persze lehet még tovább alkategorizálni. Alapvetően a logika megtartva és megváltoztatva megújult. A lényeg, hogy ugyanazt a cikket meg lehet jeleníteni többször, többféle formában, ugyanúgy, mint ahogy egy webáruházban be lehet sorolni az előbb említett cipőt a bőrcipők közé, márka szerint a szupinált cipők szerint a gyerekcipő, női cipő, fiú cipő, lányka cipő, ezek mind-mind ugyanarról a cipőről szólhatnak és szólnak is. Tehát a kategóriák vagy termékcikkekről van szó, vagy tartalmi cikkekről, akkor is tulajdonképpen gyűjtő fogalmak, hogy ezt a gyűjtőrendszert, ahogy a korábbi képen néhány lappal ezelőtt mutattam, egy fejjel lefelé fordított fa ábrázoláshoz hasonló rendszerrel. Igen, ezt mindenféleképpen nagyon át kell gondolni. Pontosan azért, mert az átfedés erős bennük. Többek között akkor, amikor a vevő, teljesen mindegy, hogy melyik úton jut el Rómába, csak az a lényeg, hogy eljusson, két-három értékesítési csatorna útvonalat kialakítok a menüből. A menü eszközeit, a kategóriákat, a cikkeket külön felhasználva. És hát valamelyiket majd kedvesnek tartja, egyszerűnek tartja, ismerősnek tartja, és azt majd használja. Tehát a szekciók, ha egy másik weblap programrendszerről beszélek, mert nem csak a Joomla létezik, és a cikkek meg kategóriák között a lényeg, ez a csoportos gyűjtő gondolkodásmód, amelyben viszont átjárhatóságot kell adni, átfedést. Most nem beszélek róla többet, mert van itt még ami alaprendszer. Hát az automatikus linkek. Kulcsszavakra automatikus linkeket generál a szövegben. Igen. Minden hétköznapi editor képes erre, hogyha egy kis segítséget adunk nekem, mert ugye nem mindegy, hogy mit adunk meg. Arról már nem is beszélve, hogy a kulcsszavak továbbra is nélkülözhetetlenek, többek között a struktúrát, a menü átjárhatóságát segítik, de arra már nem elegendőek sok év óta, hogy a Google-ben ennek alapján csak SEO-val, kereső optimalizálással jó helyezést érjünk el.
Hogy miért, az meg megint egy másik előadás, megyek inkább tovább. Tartalomlinkek. Én ezt jobban kedvelem, mint az automatikus linkeket, mert jobban tudom igazítani a nevezzük üzleti tartalomnak, vagy marketing szövegnek. De ehhez kell igazodnunk, hiszen a weblap az csak egy eszköz. Az nem mindegy, hogy egy autóba egy kezdővezető ül be, egy felszínes, ideges, fáradt ember ül be, vagy egy jól trenírozott Forma 1-es autóversenyző. Sokfélék vagyunk, de az eszköz ugyanaz a kezünkben. Multikategorizálás. Sokszor akadok bele. Sokszor túlbonyolítják. Azt hiszik, hogy ez csupán programozási kérdés. Nem. Ha egyetért velem az előző résztartalmával összhangban, akkor megérti, hogy itt elsősorban a vevő gondolkodásmódjához kell igazodni. Ő fog konvertálni, érdeklődőből átalakulni vásárlóvá. Az ő fejében amilyen logikai rend van, na azt követhetjük. Sitelinkek. Más websájtra mutató kimenő hivatkozások. Persze erre azt mondják nekem, hogy azok bemenő hivatkozások, és nem vitatkozom. A lényeg az, hogy egy weblaphoz valóban fontos, hogy látszon, hogy kapcsolatrendszerben van. Viszont már 2010-ben sem értékelte a Google, sőt 2005-ben sem igazán értékelte a Google azokat a linkgyűjteményeket, amiben minden ok és összefüggés nélkül beregisztrálták és föltolták a netre a weblapokat. Fel lehetett tupírozni a link mennyiséget, de aztán utána, ahogy egyre szofisztikáltabb, egyre finomodó lett a keresés, a Google úgy lökte ezeket ki. Ennek ellenére még tavaly-tavaly előtt is találkoztam. Sőt, mintha az idén is lett volna, aki megpendítette, hogy akkor ő most hova regisztrálja be az oldalát, és hol legyen sok link. Félre ne értsenek, én szeretem a külső és belső, a bejövő linkeket. Nekem ezek nagyon fontosak. De ha egy oldalhoz csak két releváns, valóban használható, értékesnek mondható link van, akkor kettőt kell használni. Attól, hogy 72 lesz, semmi nem változik. Legfeljebb annyi, hogy a Google nem veszi annyira komolyan. Na, ezt én nem szeretném. Ezt mindig igyekszem elkerülni, és ezért, ha tehetem, megpróbálok mindenkit meggyőzni róla, hogy jól gondolja át ezeket a linkeket. A belső linkek a weblapon belül, azok nekem viszont nagyon fontosak, mert pontosan ezekkel a multikategóriákkal, a kategóriák, a cikkek ügyes alkalmazásával tudjuk megoldani sokszor még rejtett menüt, én úgy hívom, hogy technikai menü. Azt is használok, mert egyetlen célom van, a vevőt elégedetté tenni. Találjon meg, persze nem lehet mindenkinek minden igényét kielégíteni. De maradva a cipő példánál, azt szoktam mondani a lányomnak, miután bementünk egy cipőboltba, megnéztük, mi az, ami árban, értékben, tartalomban megfelelő, és kiválasztottunk 2-3 cipőt. Nem azt mondtam neki az ajtóba, hogy na nézz körül, melyik tetszik, hanem melyik tetszik ebből a háromból. Az már nem mindegy. Igen, melyik tetszik ebből a háromból? Akkor már adtam választási lehetőséget a vevőnek. Erre használom én a belső linkeket, hogy ezeket a csatorna útvonalakat kialakítsam. Ezzel segítem őt. Ahogy a site navigációval. Ismerik a morzsát, vissza a tetejére a home-hoz, nevezzük breadcrumbs-nak, előzményeknek, korábban már megtekintett termékeknek, teljesen mindegy. Segítjük, hogy a navigációs útvonalak között könnyebben haladjon. Többféle menüszisztéma van, amelyeket ehhez fel tudunk használni. Általában itt szoktak kérdezni, hogy képes legyen, legördülő menü legyen, baloldali menü legyen, vízszintes menü legyen. Egyet nem szoktak megkérdezni, hogy a vevő típusokhoz melyiket ajánlom. Pedig itt van a lényeg. Úgyhogy én igyekszem mindig a vevő típusokra gondolni. Ha szerint mondok A-t, vagy B-t, vagy C-t, hogy az adott vevők az adott területen, az adott termékcsoportban hogyan kaphatnak az eddigi tapasztalataim és ismereteim alapján a legkönnyebben A, B, C választási lehetőséget.
Minden esetre minden menü struktúrára jellemző dolgokat mutatok most. Modulrendszerű. Ez azt jelenti, ma már egy weblapot nem szabad enélkül készíteni. 18-20-25 modul hely van. Nagyon könnyen észre lehet venni, mint annó ezen a Ford honlapon, ahogy megmutattam. Vagy teszünk abba a boxba, abba a modulba valami publikus tartalmat, vagy nem. Azt most nem teszek, de majd karácsonykor fogok egy 8 hetes reklámkampányba. Vagy átalakítom egy kicsit a weblapot, a nyitó oldalon többet mutatok a modulokból, de utána, mint egy tölcsérbe szűkítem, már nem akarok újabb információt, figyelem, zavaró dolgot oda tenni elé. Ha már láthatóan elindult egy irányba a vevő, egyre kevesebb modul van ott, végül amikor már csak kitölt egy forma, nyomtatványt, üzenetet ír, vagy hasonló dolgot csinál, akkor már semmi más nincs ott, ne zavarja, ne terelje a figyelmét másfelé. Ez persze nem azonos azzal, hogy és még ez a termék is érdekelheti, az egy másik ügy. Szóval a modulokkal úgy lehet csiki-csukizni, megnyitni, visszavonni, időszakosan megnyitni, állandóan megszüntetni, de hányszor előfordul velem, hogy kitakarítom a menüket, a modulokat. Néhányat pedig, bár korábban nem használták, a nyitó oldalon például nem kell, de a belső oldalakon megtartom. Ez egy nagyon gyakori dolog. Most itt láthatók a cikkek, a kategóriák, a menük, a szekció. Függetlenül attól, hogy Joomla, Drupal, WordPress oldalról van szó, valamilyen módon mindig, ez is olyan, mint egy fa ágrendszere, ugye? De van benne egy mélység is. Tehát valamilyen módon mindig kialakítunk egy struktúrát. Különösen, hogyha nagyon sok termék van, vagy több terméket, szolgáltatást, többféle dolgot is produkálnak, mutatnak nekünk, és elvárják tőlünk, hogy mi ebből válasszunk, akkor bizony egy ilyen weblap fejlesztésénél nagyon gyakran hónapokig toporognak azért, mert nem tudják, hogy ezt a rendszert hogy alakítsák ki, pedig nagyon egyszerű a kulcs. Mit akar a vevő? Szerinted merre fog menni a vevő? Ismered a vevőidet? Ha nem, akkor ismerd meg. Kínálj neki lehetőségeket, majd utána a Google Analytica segítségével nézd meg, hogy az oldalon melyek azok a kedvelt, rendszeresen használt útvonalak, amelyeket erősítened kell, a többit pedig egy kicsikét hanyagolni, vagy ha neked fontos, akkor azt tovább tökéletesíteni. A tökéletes szót azt én ritkán használom, mert annak a gondolkodásmódját, a tartalmát szerintem sokan félreértelmezik. A tökéletes az, amit addig csiszolgatok, amíg zárt, tovább már nem javítható lesz. Olyan gyorsan változik körülöttünk az élet, hogy ez egy irreális elvárás. Ilyent ma nem szabad elvárni, de kérni se tőlünk. Ezért mondjuk, hogy optimalizálunk. Ami az adott körülmények, az adott helyzet vizsgálatából a legjobb megoldás, akkor holnap meg majd még jobb lesz. Szóval a lényeg, hogy kategóriákba csoportosíthatjuk a cikkeket, de ha akarom, hagyhatom kategória nélkül is. Ha akarom, akkor menüt kapcsolok hozzá. Ha akarom, az egész kategóriához kapcsolok egy menüt. Ha akarom, se kategóriába, se menübe nem rakom be a cikket, csak úgy áll egy szál magában, mint a lehullott falevél a fa alatt. Viszont valamelyik cikkbe, amely nekem fontos, egy tartalmi belső linkkel azt hozzákapcsolom. Számtalan esetben használom ezt, főleg az értékesítési egyedi akciós oldalakon. Na, de az megint egy másik történet, most itt tartunk. 2-3 rétegben, maximum a negyedikben már mindenféleképpen vásárolni kell. De azért nem mindegy, hogy mit mutatok meg nekik. És az sem mindegy, hogy a Google az index oldallal hol landol, hol érkezik az oldalra, melyik oldalajtón, melyik rétegben érkezik a vevő az oldalra. Igen, van egy olyan